Sziasztok, srácok! Képzeljétek el, egy évesek lettünk, eltelt egy év, volt egy csomó szuper adásunk, remélem nektek is tetszett, úgyhogy megyünk, robogunk tovább. Ma a mai vendégünk a kerékpár világából jött, és Krisztián mindjárt be is mutatja nektek. Addig is iratkozzatok fel, kövessetek minket, Instagram, blablabla, bla, bla, Facebook, egyebek, úgyhogy nyomjuk. Get your hands up, yeah. Get a flip, yeah. Ja, tök jó, hogy egy év itt vagyunk, meg ti is, meg hogy sokan hallgatjátok. Hát, ahogy látjátok, itt van Lengyel Tomi, aki nem ismerné. Egy kis pár szót azért elmondanék róla. 92-ben kezdte el bringázni a Fradinál, ha jól tudom. Igen. És aztán a KSI-nál, majd Csepel, Fradi, és ott az önéletrajzodnál van az, hogy volt egy kisebb kitérő Olaszországban. Igen, az is volt 2001-ben, ha jól emlékszem. Ott hol voltál, azt lehet tudni? Egy dilettánti szokásos ilyen 23-as csapatnál, ami nem volt egy szuper emlék, meg most sem az, de nagyon Aha. sokat tanultam belőle. Oké, aztán Beton Express, majd végül Norvégia. Igaz, ez volt valahogy az utad. És igen, most Norvégia, Tusnád is volt, és aztán egy ilyen magyar olasz koprodukcióba fejeztem be 2010-ben. Amit utána olvasva láttam, hogy neked volt egy Tuda Hungry szakasz győzelmet. Magyar. Szerintem nem egy volt, hanem legalább három. Hát igen, és ugye többszörös magyar bajnok is vagy. Igen, főleg pályán, igen, meg hegyi bajnok, mintem hasonlókat. Meg hát egy Tour de Hongrie összetett is, az mondjuk üti a szakaszokat is. Melyikre vagy a legbüszkébb? Én nem ilyenekre vagyok a legbüszkébb általában, tehát szerintem minden sportoló életében van, hogy megnyert valami olyat, amire nagyon vágyott, és például van egy ötödik helyem egy hegyi időfutamról Olaszországból, ahol mondjuk megvertem az akkor regnáló egyetemes legnagyobb királyt, amire most senkinek nem mond semmit a Jaroszláv Popovicsot, de ha azt nézzük, hogy volt 21 győzelme abban az évben, a VB-t beleértve, és minden alkalommal a csapattársával érkezett a célvonalhoz, akkor át kellett adnia. Tehát, hogyha nem adja át azt a másik 20-at, akkor 40 győzelme van Olaszországban, akkor az úgy egy kicsit értékelhető. Szóval van sok ilyen, ami nekem személyesen nagyobb dolog, de hát nyilván a Tour de Hongrie az akkor egy hatalmas dolog volt, nagy felhajtás, nagy média. Én nagyon vágytam rá, én a Gemenskupán meg a Tour de Hongrie mindig nagyon jól mentem, tehát hogy az valahogy azok a versenyek voltak, amik olyan időpontban voltak, amik passzoltak, tehát nyáron a melegbe, és maga a többnapos versenyzés az mindig nagyon jól feküdt nekem. Tomi, gyorsan, most lett vége a bringás szezonnak, mit szólsz Pogacsárhoz? Hát ez az ember feletti kategória, majd az idő eldönti, hogy ez mit is jelent, mert hát aki ebben régóta benne van, azért ezek olyan teljesítmények, amiket nagyon rég nem láttunk, körülbelül ugye Eddy Merckx óta, és fejére fordult az elmúlt 2 évben a teljes kerékpársport, de ez egészen juniortól, tehát hogy ez nem csak Pogácsár szinten, hanem lent is, ahol én dolgozom, ott is fejre fordult az egész. Mi lehet ennek az oka? Nagyon sokan felteszik ezt a kérdést, hogy mi lehet ennek az oka. Most mondanám, hogy a profizmus, de ez sem biztos. Nincs. Szerintem nagyobb, minőségibb munkát végzünk, jobban tudjuk, hogy mit lehet kihozni gyerekekből. Nyilván itt a nagy epókorszak lezárulta után a kiválasztás az jobban működik. Tehát nem csak a kábítószerekre érzékenyek vannak előnyben, hanem valóban azok, akik fizikálisan a legjobbak. Nem vagyok benne biztos, hogy mi a válasz, de azt tudom, hogy mondjuk a 2024-es év legjobb junior hegyi menője, az a Quintana és a Chris Froome teljesítményét simán tudja, amivel ők Tour de France nyertek, vagy második helyen végeztek összetettben. Azért ez is sokat elmond, hogy mekkorát ugrott ez a sportág. Épp ezért nem csodálkozom annyira,
Pogacsár és a Vingegaard számadatain, mert azt látom, hogy lent is. Tehát most így mondjam, az elmúlt 3 év szövetségi tesztjeivel láttam 92-es VO2 maxot, 96-osat junior gyerekektől, saját versenyzőim 88-86, tehát hogy nem, ezek nem voltak standard számok régen. Tehát úgy szoktam megfogalmazni, hogy mondjuk a mostani junior brigádomból 10 évvel ezelőtt mindenki válogatott lett volna. Ez most közel sem elég ehhez. Ezek ilyen űrszámok mostanában, én azt veszem észre, hogy brutális. Pont a azt hinném, hogy űrszámok, de hogy ez a standard, ez megy mindenkinek. Tehát ezzel most pont nem is küldtem el nektek, de hogy mondjuk a Nasser Buhami, nem tudom, tudjátok egy kicsoda. Sajnos nem. Sprinter volt, és tipikusan az a sprinter, aki a vakontúrásokon is leszakadt, és volt egy balesete, 2 éve abba hagyta, és futott a hétvégén egy 2:34-es maratont. És ez egy sprinter, tehát egy országúti sprinter, aki a minden, ami 2 kilométernél hosszabb domb, azon leszakadt. Ez a klasszikus sprinter. És miután abba hagyta, fut egy 2:34-et. Tehát nem egy Vingegaard a 90 pluszos VO2 maxával, meg a végeláthatatlan anaerob küszöbével tudja ezt, hanem egy olyan, aki nem számít kapacitásban, tehát hogy aerob kapacitásban nem számított a királyok közé, hanem egy sprint specialista volt. Úgyhogy ez, és ez miután abba hagyta, tehát ezt is tegyük hozzá. Ha nem baj, menjünk kicsit az elejére Norvégia, hogy jött nálatok ez a, hogy kerültik ki egyáltalán Norvégiába, vagy hogy indult ez az életút? Mert lehet, hogy van olyan, Turdongri győzelem után volt több opció, és az egyik Norvégia volt, ami szerintem a legjobb opció volt. Én akkor már azért tisztában voltam, hogy mi az, amit akarok, és mi az, amit nem akarok a kerékpársportban, tehát nekem akkor már rég nem voltak profi álmaim, és én olyan helyre szerettem volna kerülni, ami szakmailag megfelel annak, amit én szerettem volna. Ez az egyik, a másik, hogy akkor nagyon nagy bizonytalanságok voltak, bár az Epron, vagy a Beton Express az egy nagyon-nagyon komoly és kiváló szponzor volt, és azóta is Kisúk Istvánnak és családjának nagyon hálásak vagyunk, és a mai napig egyébként rengeteget tesznek, úgy is, hogy már nem ilyen látványosan vannak benne a sportágban, és viszik a hátukon az egészet, de állandó bizonytalanság volt az életünk, és én egy kicsit többre vágytam ennél, meg én nagyon ilyen szempontból vállalkozó szellemű voltam, úgyhogy felültem egy repülőgépre, és azt se tudtam, hogy hova jövök, szó szerint. Tudtam, hogy itt van kerékpársport, azt tudtam, hogy vannak jó versenyzők, egy elég jó programot mutattak, tehát mondjuk magyar szinten elérhetetlen versenyekkel és elérhetetlen edzőtáborokkal, stb. Tehát egy kihívásnak éreztem ezt. Akkor egy általam jól ismert szlovák versenyző is ideigazolt, tehát hogy ismerős is volt, plusz az egyik norvégot ismertem korábbról a Tour de Hongriról, tehát hogy nem volt teljesen vakvágány. És aztán idejöttem, és egy csomó olyan dolgot tapasztaltam, ami számomra ismeretlen volt, és hát az olasz tapasztalat talán, ami 20 évesen volt, az arra volt jó, hogy sokkal felkészültebb voltam. Mentálisan, fizikálisan, emberileg, mindenhogy is tudtam, hogy mit akarok, és mik azok a dolgok, a hibák, amiket nem szabad az embernek elkövetni, amikor elhagyja az országot elsőre. Tehát szerintem ez nekem kellett, én nem voltam elég érett ahhoz az Olaszországhoz 20 évesen, vagy 19 évesen, amikor oda kerültem. És itt ez a Norvégia meg tetszett is, az esőt kivéve, tehát ez a Bergen, ez egy ilyen évi átlag 220 esős nap van, tehát ezt mindenki képzelje hozzá, ráadásul meleg sincs annyira, de egyből megszerettük, az első év végén már a barátnőm is utánam költözött, a párom, a mai napig együtt vagyunk, úgyhogy amikor befejeztem a kerékpározást, ez leginkább az ő döntése volt, hogy maradunk, én mentem volna haza, de maradtunk és nem bántuk meg. Ennyit esik az első, a gyerekek ugyanúgy járnak ki bringázni? Szóval több mindegy, milyen idő van. A gyerekek én is. Én meg te is. Aha. Kiderült, hogy vízálló vagyok én is, tehát nem csak a helyiek. Aztán ugye volt egy nagy technikai ruhaforradalom az elmúlt, mondjuk azt, hogy 15 évben, amiről nagyon kevesen beszélnek, de ezek a ruhák nem azok, mint amikben mi kerékpároztunk a 90-es évek közepén vagy elején. Ezek a ruhák már egészen más minőséget képviselnek, és így az időjárás is
sokkal-sokkal tűrhetőbb. A másik, hogy minket azért Magyarországon is kiküldtek a mínusz 15 fokba, tehát ehhez képest az 5 fok eső az nem egy olyan nagy kihívás, ha az embernek nem fagy le a keze, lába. Úgyhogy ezeket nagyon megtanultam, megszoktam, bár azt hozzáteszem, hogy magamat a lányommal tudom a legjobban összehasonlítani. Tehát vagy ide születsz, vagy ezt nem fogod úgy megszokni, mint ők. Tehát nekem a versenyzőim, van, aki 0 fokig kesztyű nélkül biciklizik. Ha havas eső van, akkor lehet, hogy neki 2 foknál fölveszi a kesztyűt, de hogy ők 10 foknál vetkőznek, ez egy teljesen más hőérzet, teljesen más szokás. Ők ebben nőttek bele, ők nem tudják elképzelni, hogy lehet ez másmilyen, és amikor járunk versenyre külföldön, akkor már a 20 fok is néha kihívás, tehát nekünk arra már készülni kell. Mi meg a 10 fokban nem megyünk ki biciklizni, inkább görgőzünk. Ja. Mi most nem, tehát én azt mondom, hogy ugye Bergen azért fantasztikus, mert karácsony este is lehet 12 fok plusz és eső, és Szent Ivániékor is, tehát a nyári napfordulón is lehet 12 fok és eső, tehát ez ilyen nagyon stabil. Nem mondom, hogy nincs néha meleg, de a hőingadozás az relatív alacsony. És ezért nagyon-nagyon hideg ritkán van, nagyon-nagyon meleg is ritkán van. Úgyhogy ez ilyen szép kellemes, amihez ilyen jól hozzá lehet szokni, és ez a fajta stabilitás az, ami talán Norvégián belül nagyon nagy geográfiai különbség van, ugye egy hatalmas ország, nagyon kis lakossággal, és elképesztően nagy különbség van a hegyen innen, a hegyen túl, tehát kelet és nyugat között. Itt az óceáni éghajlat miatt, a golfáramlat miatt igazából nincs olyan norvég tél, amire az emberek gondolnak. 300 méter fölött már igen, tehát hogy a kisebb dombra fölmegy az ember, akkor ugye nagyon éjszakon vagyunk, és itt azért a 300-400 méter már a hóhatár sokszor, de lent nem fagy be a tenger szinte soha. De pont 2 éve télen volt egy olyan periódus, hogy befagyott a tenger, és tudtunk rajta korcsolyázni, és ez előtte 65 évvel korábban történt utoljára. Úgyhogy ez nem jellemző, hogy itt befagyjanak a tengerek, és éppen ezért az a nagyon-nagyon hideg, az 1-2 hétig van télen, ahogy a nagyon meleg is. Ugye ott voltam a kis tűzs előadásra, amikor itt Magyarországon voltál, ugye norvég titokról kérdeztünk téged, meg a kis Gyula, és ugye most volt pont a Konának vége az Ironman világbajnokságnak, sajnos a norvégok nem úgy mentek, hogy kellett volna, és te ugye a Blumenfeld se, sajnos neki se sikerült annyira, azt néztem, hogy idennek se annyira, hogy ugye akkor beszéltünk, vagy te beszéltél a norvég titokról, hogy mégis ez hogy épül fel, hogy arról beszélni, hogy a gyerekek, ők már hogy kezdik el az ottani kis életüket, ugye mutattál óvodás képeket, az óvodában a gyerekek mennek kirándulni, hogy ugye ott már az elejétől kezdve úgy tanítják őket, és talán, hogy emiatt jók annyira norvégok különben a sportban, amit ott is, amikor ott arról beszéltél? Szerintem én sok mindenről beszéltem, ott legfontosabb talán az, hogy nagyon-nagyon nagy különbség van óvoda, iskolától iskolától, ahogy Magyarországon is, tehát itt is. Ha egy centrum, bergeni centrum óvodába jársz, akkor a kertetek van, vagy akkora udvara van az óvodának, mint nem tudom, tehát 3x3 méter, tehát ott aztán nem lesz semmilyen fizikai aktivitás. Az én lányom pont egy olyanba járt, hogy ők minden héten túrázni jártak, itt Bergenben a 7 hegyre fölmentek az óvoda végéig, az összesre, azért itt a 7-ből mondjuk van, amelyik ilyen 8-900 méter magas, tehát a legmagasabb 650 a tengerszintről a második tetők, és ez nem, aki járt már Norvégiába, az tudja, hogy ez nem olyan, mint a normafára felsétálni az úton, hanem ez szikla. Tehát itt nem nagyon van út igazából, ha a serpák csináltak egy lépcsőt, akkor van, de amúgy általában nincs, tehát ez a Én mindig nagyokat szoktam nevetni, amikor Magyarországra érkező barátaim kitalálják, hogy menjünk föl a Trolltungára, vagy a Prejkesztúlnára, az ilyen ikonikus helyekre itt a nyugati parton. Akkor mindig szoktam mondani, hogy az 8 óra van a turist guide-ba beleírva a norvégoknak. Az nem nekünk, az a norvégoknak van, nyáron jó időben. Mindenki elfelejti, hogy ez egy más világ. Tehát én kétféle embert láttam így sziklán közlekedni és futni, az afgánokat, meg a norvégokat, senki mást. Ez nem, ti gondolom ismeritek mert itt ez a legnagyobb bőrült triatlon, ez a
A fjordba beugranak hajnalban A Northman. Northman. Azaz Norsemán, Northman. igen, és tehát ez körülbelül olyan, pont olyan itt minden, mint az. Az nem a hétköznapi budapesti Margit-szigeten felkészült embereknek való, és ezt nem azért mondom, hogy lebecsüljem, hanem én is egy budapesti gyerek vagyok, ez nekem nem való. Ciki, nem ciki, nem ebben nőttem föl, mint egy hegyi zerge vagy egy kecske. Úgyhogy ez ilyen szempontból ezek a gyerekek, akik ebbe szoknak vele, ők sokkal jobban bírják ezt. Na most itt a fizikális felkészítésről annyit, hogy azért Norvégia jelenleg a leggyorsabban hízó társadalom, ha a gyerekeket nézzük Európában, de szerintem a világon is a leggyorsabban hízó gyerekek közé, vagy a leggyorsabban hízók közé tartozik a világon, és a fiataloknál, tehát ez egy hatalmas probléma, a digitalizáció, az életmódváltás, tehát itt egy olyan változás történik most, hogy egy iszonyú aktív, rengeteget túrázó nemzet kezd most leülni a fenekére a képernyő elé, meg a mobiltelefon elé, tehát itt is ez változik, viszont akik még olyan családból jönnek, és ezért sokan jönnek a gyerekek közül, egy aktív családból, ahol a hüttébe megyünk síelni télen, ahol a hüttébe megyünk föl a hegyre nyáron, ahol a fizikai aktivitásnak, a fizikai aktivitás a hétköznapok része minden szinten. És szerintem ez a különbség, akik ebben nőnek föl, hogy nagyon aktívak, és fizikálisan úgy játszanak, mint mi régen, hogy kimentünk a házból, és estig nem mentünk be. Ez látszik. Ezek a gyerekek jól terhelhetőek, ezeknek a gyerekeknek nincs baj a koordinációjukkal, nincs luttalpuk, nincs felmentésük semmiből, hanem aktív, erős fiatalok, akiket ha elkezdünk megfelelő módon terhelni, akkor képesek komoly teljesítményre. A másik, hogy ez egyébként genetikusan is, de amúgy is egy nagyon kemény nemzet. Tehát amíg mi kalandoztunk a lóháton, addig ők kalandoztak Európába a csónakjaikon. A hajónak azért nem hívnám azokat a viking hajókat, és iszonyú elszigetelten éltek évszázadokig, tehát amikor mi palotákat építettünk, itt még mindig fabodegákban laktak évszázadokon át, és a fejre fordított csónak alatt aludtak a Lofotenben, amikor fölment mindenki éjszakra halászni, és az volt a szállás, hogy megfordították a csónakot, és az alatt aludtak, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon kemény nemzet itt a nyugati parton is, és szerintem ez azért még nem halt ki belőlük. Az őrült teljesítmények azok hétköznapiak ebben a társadalomban a mai napig. Hogy miért van ennyi kiváló sportoló, ezen én is mindig gondolkozok, semmiféleképpen nem a rendszer miatt. Semmiféleképpen nem hiszek abban, hogy az itteni sporttámogatás, ami nincs, és az itteni edzőképzés, ami szintén gyerekcipős, az predesztinálná ezt a nemzetet arra, hogy kiváló eredményeket érjenek el. Én mindig őket a kivételeknek számítom, ahogy a Christian Blumenfeld, tehát az Ident is. Ha megkérdezem, én nagyon jóban vagyok nekem régióban, ahol én vagyok a, mi ez, magyar lefordítva, én vagyok a tehetséggondozó kutató itt a nyugati régióban, Vestlandetben, ez a hét régiónak az egyike Norvégiában, és a közvetlen főnököm a helyi kerékpáros szövetségben, a régiósban az a Gusztáv Iden édesapja a Gejt. Vele szoktunk erről beszélni, és hogy mi a titka a Gejtnek? Ja, semmi. Hazajöttek a suliból, letették a táskájukat, és majd jönnek. Hogy mit csináltak? Azt arra nincs, nem volt szervezett. Az, hogy elvittük minden nap edzésre a gyereket, külön úszóedzővel, meg külön futóedzővel, hanem kimentek, és gyerekek voltak. Aktív gyerekek, akik több ezer órát mozogtak egyébben. Nem a PlayStation előtt ültek, gondolom. Nem volt ez opció ott, ahol ők laktak. Meg nem is érdekelte őket, és aztán nyilván elkezdődtek az organizált aktivitások, de mondjuk a Krisztián az úszó volt, és ott mondták neki, hogy hát látjuk, hogy már a lelkes vagy, és elképes tudókra vagy képes, de úszóként nem leszel soha. A Gusztát pedig elkezdett triatlonozgatni, ami akkor még nagyon gyerekcipőbe járt itt, és egyébként kiváló bringás volt, tehát ezt tudni kell, hogy ő válogatott bringás lett volna juniorba, mivel a szövetségkapitány, aki egyébként a mai napig szövetségkapitány, azt mondta neki, hogy választania kell, ezért ő mondta, hogy akkor nem lesz kerékpáros, és ezért elvesztett egy hatalmas tehetséget a kerékpársport itt. Ugyanez igaz a
a Gusztáv tesójára, a Mikára, aki egyébként még a Gusztávnál is nagyobb tehetség volt, fizikálisan mindenképp, ha a teszt eredményeit nézik, de hát ő itt egy túledzettség, pajzsmirigy, van, nehéz megmondani, ennyi volt az ok, ami miatt egészségügyi okokból abba kellett hagynia, és akkor ő gründolja most a válogatottat. Úgyhogy ezt én nem hegyezném ki arra, hogy itt minden olyan fantasztikus, és egy fantasztikus rendszer építi föl a sportolókat. Ami fantasztikus, arról beszéltem a Gyuszi előadásában is, az a sportiskolai rendszer, de ott is inkább a privát. Én pont mondjuk az állami gimnázium, ami sport, abban dolgozom még jelenleg is, ahol a Krisztián járt, a Gusztáv járt, és a Vetle Bergék plusz a Kasper Stornes, tehát ők mind oda jártak hozzánk a gimibe. Hozzáteszem, hogy ezek közül se a Gusztáv, se a Krisztiánnak nem sikerült befejezni értékelhetően a gimnáziumot, mert akkor már olyan fontos lett a sport, hogy a tanulás már nem érdekelte őket, gondolom. Nem, valahogy nem jött össze, de befejezték egyébként utána a privátként, tehát itt van lehetőség arra, hogy most ezt Magyarországon lehet esti iskolának hívják, de itt az elmaradt tárgyakat befejezték és leérettségizták, tehát én a Gusztáv mindenképp, mert egyszer volt az iskolában így, akkor már befutott triatlonosként tartott előadást a sportolóinak, és akkor elmondta, hogy ez egy hiba volt, mert később rengeteg időt vett el az, hogy leérettségizzen. Úgyhogy ők aztán nagyon all-in, egy nagyon érdekes társaság alakult ki, mert abban a generációban volt kiváló úszó, kiváló kerékpáros, az ott Christian Eiking, aki mondjuk piros trikos volt a Vueltán, Blumenfeld, és ők a mai napig nagyon jók volt kézilabdából is, aki olimpiai bajnok női kézilabdázó lett. Tehát ez egy nagyon érdekes osztály volt ott, ami azóta se jött hasonló, tehát azt nem tudni, hogy ez miért alakult így. Ez nagyon motivált, nagyon különleges embereket sodort össze a szél, akik egyébként a mai napig jóban vannak, tehát ők rendszeresen találkoznak a mai napig úgy is, hogy mindenki a világ másik táján éli az életét. Úgyhogy és egy iszonyú gyerekcipős triatlon volt, tehát fogalmuk nem volt, hogy mit csinálnak. Tehát azt annyi volt, hogy jó sokat kell edzeni, és ész nélkül edzettek, mint az őrült. Aztán bele is sérültek jó gyakran. Aztán valahogy az Olev Alexander érkezésével 15-ben az olimpia előtt, akkor kezdtek rendszer szinten dolgozni, amire azt mondom, hogy már rendszer és valamiféle szisztéma, ami különbözött mindenki másétól. Most elkalandoztunk egy kicsit ettől, hogy milyen a gyerekek sportja Norvégiába, de egy szóval összefoglalom, amatőr, szülők az edzők, apu, anyu, és ha valaki jó, akkor viszont alányul a rendszer, azért az egy emberért. Tehát nagyon érdekes volt csütörtökön egy konferencia, ahol hát ilyen konferencia, annyira konferencia, hogy kötelező elmenni rá, mert hogy munkahelyi, de itt volt a Norvég Olimpiai Bizottság elnöke, a Tore Ovrebø, a legfontosabb, az élsportért felelős vezető, súlyemelő edző, akinek olimpiai bajnok lett a versenyzés, stb. De hogy egy kicsit értsétek, hogy hogyan működik a norvég sport, tehát nincs olyan állami támogatás, mint itt van, hogy itt van ennyi. Olyan van, hogy adunk a szövetségnek bizonyos projektekre pénzt, különböző sportági szövetségeknek, ahol van olimpiai éremesélyes, lásd triatlon, hogy azért ott próbálnak valamit adni. De ha összehasonlítjuk, három példáról beszélt az Ovrebø, hogy értető legyen a norvég szisztéma. Volt a kézilabda, mint egy példa, ami itt talán a legjobban működő, legszervezettebb sportág, ahol rengeteg külföldi légióst kellett összeszedni Európa szerte, Magyarország, Románia, Montenegro, Dánia, Norvégia. Tehát egy nagyon-nagyon nagy rendszer sok sportolóval, amit össze kell kovácsolni egy olimpiára, és nehéz összeszedni. Volt egy olimpiai bronzérmes lány, birkózó lány, aki szudáni menekült, és ő évekig küzdött itt a rendszerrel, nem volt edző, abba hagyta egyszerre az összes sportolót, maradt egyedül, és leköltözött Grúziába, és grúz edzőkkel és férfiakkal küzdve olimpiai bronzérmes lett, egyébként nem volt messze a döntőtől se, ez volt a másik rendszer, ami teljesen egy őrült fogta magát, elment Grúziába és olimpiai érmes lett, menekült háttérrel, tehát hogy még a kiindulási pont is szörnyű volt, és volt a harmadik, ahol egy súlyemelő lány, aki 2020-ban
indult életében először súlyemelő versenyen, pont a Covid előtt, és kiderült, hogy annyira erős, hogy sikerült felkészíteni 3-4 év alatt arra, hogy olimpiai bajnok lett, és majdnem világcsúccsa. Úgyhogy ez meg a tehetség, és ezt, hogy hogyan gründolja az olimpiai bizottság. Ugye volt még egy példa, a 10 próbás Rót, az megvan, Marcus Rót, 10 próba olimpiai bajnoka, nagyon fiatal, 20 éves srác, 10 próba az egy nagyon-nagyon bonyolult és nehéz atlétikai szám, ugye rengeteg ággal, és ő például egy családi vállalkozás. Apu az edző, anyu és a nővérek az edzőpartnerek, ebből születik egy olimpiai bajnoki cím úgy, hogy ezt apu finanszírozza. Tamás, ők mennyire értettek hozzá különben, apu, anyu és a tesó, mennyire voltak benne ebbe a sportba, hogy... Apu a labdarúgó szövetség fizioterapeutája, és apu még a mai napig, apu rekordja 400-on még mindig jobb, mint a Markus Róté, tehát erre apu nagyon büszke, tehát atlétizált az apu, de egy nagyon furcsa, hát nem akarok csúnya szót mondani rá, de egy ilyen enyhén autisztikus jellegeket mutató apuka, aki mindent alá tud rendelni egy célnak, ez az egész család. Egy családi projekt, amiből született egy 10 fok olimpiai bajnoki cím, ez is szinte független a rendszertől. És ezeket mind menedzselnie kell az olimpiai bizottságnak, mert nincs az, hogy itt a szövetségi kapitány, itt van 10 millió euró, és most mi megmutatjuk, hogy ide hozzuk a legjobb edzőket, szakembereket. Ha kell segítség, akkor próbálunk segíteni, próbálunk szerezni olyan embert, aki ebben tud valamit hozzátenni, elgondolkozunk rajta, nem megy a rúdugrás, hogy ki az, aki tudná ebbe segíteni, de hát körülbelül ebből összejön egy érem, mert van egy zárt kör, aki mindent alárendel ennek a célnak, de egyébként az Ingebrigtsen család ugyanez volt. Tehát velük se álltak szóba az atlétikai szövetségbe évekig, de hát annyira jók lettek, hogy hirtelen muszáj volt. Úgyhogy a Blumenfeld és a Iden, az Olev Alexander Búval valami olyasmit csinált, és ugye ne hagyjuk ki a főedzőt sem, mert nem az Olev Alexander volt ott a főedző, hanem a... Na, ti biztos tudjátok, nem itt eszembe a neve, de majd eszembe jut. Most úgy csinálunk, mint tudnánk. Arild... Na, Arild mi? Mindegy, majd eszembe jut. Mindegy, majd bevágom. Ő volt ott a head coach, és a mai napig ő a szakmai vezető a triatlonba. És ők csináltak egy olyat, hogy összeszedték az összes triatlonistát, ezt elmondtam a UCI előadásán, mind a 15-öt, elkezdtek, kitalálták, hogy 8 év múlva olimpiai bajnokunk lesz, és ezt meg is csinálták. És ebbe gyakorlatilag a két ember kivéve mindenki belepusztult. Ugye ez volt a UCI előadásában emlegetett egy kosártojás elv, hogy megfogunk egy kosártojást, hozzávágjuk a falhoz, és amelyik nem tört el, az lett az olimpiai bajnok, és ez szinte szó szerint így történt. Tehát azért nem kell komoly, ilyen nagyon működő rendszerrel gondolni, ami a mai napig önrészt fizetnek minden utazásba, edzőtáborba a triatlonosok, tehát nem a Krisztián, mert nekik annyi pénzük van már, hogy mehetnek magángéppel is, de az egy másik brigád, már nem részei, nem tagjai a válogatottnak, a többiek azok saját pénzből finanszírozzák a sportolásokat a mai napig. Semmilyen klub senki nem tud olyan pénzt ebbe beletenni, ami fedezné a költségeket. Aki válogatott akar lenni, az vállalja, hogy ezekben a dolgokban részt vesz, és ennek a költsége ennyi. És akkor azt állják saját maguk, mégis csinálják. Itt hozzáteszem, nyilván a középosztály még létezik, és a középosztály ezt megengedheti magának, és a középosztály gyerekei is még talán még mindig megengedhetik ezeket. Ezért működik még mindig a kerékpársport, ezért működnek ezek a családi vállalkozások. Tehát egy Markus Rothról egy tök jó példa, hogy az atlétikai erdén az apu nem volt elégedett az étkezési lehetőségekkel, ezért lement a helyi elektromos szaküzletbe, és vett egy hűtőszekrényt a szobába. Az erdé is hazatolta egy ilyen kulikocsin, itt legyen a gyereknek egy elég nagy hűtő a hotel szobában, hogy a különböző ugrások, dobások, futások között megfelelően tudjon táplálkozni. Tehát ez ilyen Norvégiában. Közben megtaláltam, amit mondtál, nem az Ardilt Tvetitjel? Ardilt Vajten, jó, megvan, igen, ugye? Bocsánat, este van. Nem fog az eszembe. Sem baj. Krisztián, nem tudtam a Google. Rengeteg podcast van vele, érdemes meghallgatni, mert ő egy
Szerintem ő az egyik, aki emögött az ész volt, és rendszert szervezett a triatlon mögé. A triatlon az Norvégiában is drága sportnak számít? Triatlon mindenhol drága sport, ugyanis mi kell hozzá? Tehát kell hozzá egy kerékpár, ami önmagában már horror. El kell utazni a versenyekre, ami még több horror. Kell futás, kell úszodabérlet. Itt azt mondom, hogy ez az úszás-futás része, ez nem tétel, mert szerintem ingyen járhatnak úszni a gyerekek a helyi szodákba, tehát az önkormányzati létesítményeket a klubok tudják bérelni, úgymond, tehát ez szerintem nem egy akkora költség. Ebben nem vagyok biztos egyébként, de én úgy tudom, hogy nem, ezek jelentéktelen dolgok, tehát maga az úszás és a futás, mert az atlétikai pályák, centrumok nyitva vannak, azt használja, ki akarja. Minket leszoktak zavarni, ha mondjuk fölmegyünk biciklivel valamelyik rekordtára, de néha azért fölmegyünk, a gyerekek úgy érzik, hogy ehhez van kedvük. Úgyhogy ez talán nem akkora probléma, de azt viszont kalkuláljátok bele, hogy a ti környéketeken Európába beültek a kocsiba és elmentek bárhova, innen az egyetlen lehetőség a repülőgép. Innentől kezdve a költségek hatványozottan növekednek, főleg a kerékpár is kell, még egy csomag kell, tehát ez nem egy olcsó játék senkinek. Nyilván az Ironman, meg aztán még ennek a hatványozott, tehát az még drágább, de én azt gondolom, ha egy gyerek triatlonozni akar, akkor talán annyi szerencse van a triatlonban, hogy a technikai igényei, mint kerékpár és specializálás, az talán nem annyira komoly, tehát szerintem nem kell olyan szintű technológia a gyerekeknek. Szerintem kerékpározásban se kell annyira, juniorban már kell, de alatta szerintem tök mindegy. Szóval akkor ez ott is egy drága mulatság. Hát nyilván nincs szponzor, nincs támogató, akkor én azt mondom mindenben, hogy azért látványos a norvég sport, mert a szülőknek, családoknak, egyéneknek az anyagi helyzete az nyilván jelentősen jobb, mint arányaiban jobb, mint Magyarországon például, vagy más országban, Svájccal mondjuk nem versenyzik, de azért itt még mindig magasabb az életszínvonal, és ami mondjuk nagy tétel Magyarországon, az itt nem okoz a havi fizetésből egy akkora problémát. Tehát erre értem, hogy arányaiban még ők könnyebben részt vesznek ebben. Nyilván itt is az Ironman és a triatlon, meg a kerékpár is, az a veteránok számára az mindig az a, mert nem tud mit kezdeni magával, és akkor sportoljon, aktív legyen, akkor elkezd biciklizni, elkezd triatlonozni, és pénz nem számít. Tehát ez lesz a fontos. Ezt a Krokkó, meghallgattam a műsorotokat a Krokkóval, és fantasztikusan megfogalmazta, hogy miért fontos ez, és miért jó, úgyhogy szerintem, akit érdekel lesz, hogy ez miért jó, és miért fontos, ezt meg kell hallgatni. Legendás. Soha, egyébként azt akartam is mondani, hogy soha nem gondolkoztam még ezen el, amit ő mondott, de valóban megértettem, hogy mi. Én ezt sosem értettem, ezt az Ironman kérdést, de a Krokko által sikerült megértenem, hogy mi lehet e mögött, mint mozgatórugó. És mi a mozgatórugó? Hát igazából az, hogy az ember rájön, hogy erre is képes-e még 40 évesen mindig képes erre, és gyakorlatilag én azért kicsit másképp gondolkozom, mert nekem ez már megvolt. Tehát én már széthajtottam magam 30 éves koromig, és én nem érzem a motivációt arra, hogy fájdalmat okozzak saját magamnak, a minimálison kívül. De abszolút értem, hogy ez igenis kihívás, és igenis nagy dolog, és az ember tényleg 40 évesen még egyszer, vagy 50 évesen szeretné látni, hogy ő még nem öreg ember. Tehát amikor őszül az ember szakálla, és kihullik a haja, akkor jön egy ilyen érzés, hogy fú, basszus, tényleg azért, na hát nem vagyok még kripli. Nekem például baromra tetszett, hogy voltam kint Norvégiában, én norvég cégnél dolgozok, annak a magyarországi vállalatánál, és voltunk gyárlátogatásban, és olyan furcsa volt a magyarokhoz képest, hogy így a ilyen 40 és 50-es korosztály, és mindenki sportolt, mozgott, jókedvű volt, és ez itthon azért nem jellemző. Tényleg van egy réteg, aki mondjuk eljár futni, de ott tényleg az idős bácsi, néni, mindenki rohangált, és tök jól érezte magát, hogy igen, szerintem a magyaroknak is nem ártana, hogyha ebből a szemléletből egy kicsit látnának, lehet így is csinálni a dolgok. Igen, de meg társadalmi szokások, kialakult
dolgok vannak, amiket nem tudsz változtatni. Tehát, hogy milyen kultúrába születtél bele, és nőttél bele, és mi a fontos a társadalomban, az nem fog egyik percre a másikra megváltozni Magyarországon, és itt sem. Itt én úgy gondolom, hogy negatív a tendencia, de még mindig százszor fittebbek az emberek, mint otthon. Ennek egy lehet anyagi oka is, de szerintem akkor is marha fittek voltak, amikor ez egy csóró nemzet volt. Akkor meg azért, mert muszáj volt De fitnek én arra lenni. gondolnék, hogy ha a magyaroknak több pénzük lenne, akkor se lenne az, hogy többet mozognának, akkor több vagy márkásabb piákat vennének, vagy több cigarettát, vagy ilyenekre költenék el a pénzt. Tehát nem gondolnám arra, hogy inkább az egészségükbe fetszolnának bele. Igen, de itt ennek a free lift sleeve, vagy minek hívják ezt, a szabad idősportnak hatalmas hagyománya vannak, sőt, csak ennek vannak hagyományai, mert a sport az nem élsport alapú, hanem tömegsport alapú. Tehát ez a fajta, menjünk ki a szabad levegőre, és sieljünk át a hegyeken, menjünk, fussunk az erdőben, menjünk túrázni, főleg a túrázás, ugye a természeti adottságok egészen mások. Tehát én nekem itt bármilyen irányba megyek, vagy a tengerbe ütközöm, vagy valami hegyoldalba, ahol lehet menni egyből. Kint a természetben. Norvégiában bárhol laksz, 5 perc múlva a természetben, vagy akár Oszlóba is. Ez egy geográfiai adottság, amivel nem lehet versenyezni. Ebből adódóan ezek a szokások így alakultak ki. A sport szerveződése egészen más, a fókusz nagyon nem az élsporton van alapvetően, bár szeretnék, de nem. A sport az nem egy megélhetési forma, hanem az őrültek megteremtik maguknak. Tehát látjátok, talán a kézilabdában, nem tudom mennyire követitek, most a Vipers csődbe ment. És mégse. Mégse, de igazából igen, tehát azért a kávébevételekből, amiket megterveztek, hogy majd hány millió korona fog bejönni a meccsek alatt eladott kávékból, az nem fog bejönni. Tehát, hogy optimista hozzáállás. Tehát minden, ami ilyen profi sport, az nem nagyon működik Norvégiában. A foci még úgy, hogy működik, de ott sincsenek olyan nagy pénzek vannak minden máshoz képest, mert nyilván a tévé, a nézettség, a bajnokok ligája, az Európai Liga, stb. Tehát azért az görgeti ezt. De mondjuk a kézilabda az hihetetlen amatőr anyagilag. Tehát, hogy más ennek az egésznek a szerveződése. A másik, hogy miért ilyenek az emberek, meg Magyarországon miért idegesek, mindenki arra fogja, hogy anyagi okokból. Én azt gondolom, hogy itt társadalmilag nekem nagyon sok évbe telt, amit megszoktam, hogy ők nem lesznek idegesek igazából semmén, jó lesz az úgy, holnap fel kell a nap, ha elrontottál valamit, akkor sincsen semmi. Talán ezt kéne leginkább felfognia mindenkinek, hogy ha elrontasz valamit, az az élet része, ha elront a kollégád valamit, az is az élet része. Most nyilván nem arról beszélek, hogy valami rendszeresen orbitális hülyeséget csinál, de hogy aki csinál valamit, az hibázik, holnap fel kell a nap, akkor is, ha hibáztál, mi nagyon örülünk neked, azért ne legyen rossz kedve senkinek, mert valami nem úgy sikerült. És ez a fajta hozzáállás, nem keresik azt, hogy mind lehetnek idegesek. Talán ez egy fontos része, mert nekem nagyon sok ismerősömet szétver az ideg, úgyhogy egyébként magasabb színvonalon él, mint én. Tehát Magyarországon is vannak, akik mindent megtehetnek, vagy nagyon sok mindent megtehetnek többet, mint bárki más, de ettől még a saját percepciójuk az nem azt vetíti le, hogy ők jól érezzék magukat. Tehát, hogy ahhoz, hogy jól akarod magad érezni, azt lehet csórón is, lehet gazdagon is iszonyú szarul érezni magad, talán ez egy probléma, de én nem szeretnék ilyen filozófikus, nem az én szakterületem, se nem szociológus, nem vagyok se filozófus, csak ez a saját tapasztalatom, hogy nem baj, ha az ember az első emberre reggel rámosolyog, ráköszön, hogy visszamosolyog valaki, mikor hazamegyek és valakire rámosolyogok mondjuk a metrón, akkor néhány nagyon hülyén néznek rám. Ugyanez volt velünk is, ugyanez. Kimentem, rámosolyogtam valakire, mert visszamosolyogott itthon, valakinél lesz megcsinálod, akkor egyből mit mosolyogsz, és egyből támadásnak lesz. Ez, ez, tök igen, tehát én ezt nem is, tehát ez a része, ezt nem mi fogjuk megoldani, meg nem ez a podcast, de szerintem az fontos így a sportot is belevéve, hogy azért csináld, mert jól érzed magad. Ha csinálod, jól fogod magad érezni, és ha egy olyan közösségben van, ahol azonosak a célok, és jól éreztétek magatokat, akkor lehet mosolyogni, és ez akkor volt értelme annak a napnak.
meg annak az edzésnek, meg jobb kedved lesz tőle, jobban fogod érezni, és egy jobb ember leszel. Ha tettél valamit az egészségedért, tettél valamit másokért, ennyi. Nátok Tomi. mennyire figyelnek a bringásokra? Ott is megvan ez az agresszivitás, mint nálunk, hogy hülye biciklis mit keres az úton, vagy azért ott ez más ez a helyzet? A közlekedési kultúra az nyilván más, egy iszonyú szabálykövető ország, azért itt is romlik, na, tehát tegyük hozzá, romlik, de nagyon szabálykövetőek, ők sorban állnak, ők nem mennek előre a sorba, ha lehet, tehát amik én ettől idegbajt kapok, bárhol megyünk külföldön, képesek beállni a leghosszabb sorba, na én akkor előtör belőlem a kelet-európai. Úgyhogy ezekben nagyon szabálykövetők, de vannak konfliktusok, nyilván egy kisebb ország, nagyobb területen, kisebb népsűrűséggel, nyilván mondjuk kevesebb úttal is, de ez azért meghatározza a hétköznapi, hogy mondjam, az embereket nem veri szét az ideg szándékosan, nem ülnek órákat a dugóba Budapesten, mint Budapesten, és nyilván ezért nyugodtabbak, ezért kevesebb a konfliktus, de nyilván mindenki mutogat, nem a bringa úton mész. Nyilván valakit azért csak idegesítesz, hogy miért biciklizel ott, de nem azon a szinten, mint otthon. Én azért próbálom tanítani a versenyzőimnek, hogy mi sportolók, hogy én is bringázok velük, azért próbáljunk odafigyelni, hogyha nem muszáj, akkor ne úgy biciklizzünk, hogy nem férnek el. Tehát azért erre próbálok figyelni. Ha van bringa út, fölmegyünk, ha használható, nem életveszélyes, általában csak ott megyünk föl, ahol normális. Ha el tudunk engedni egy autót egy busz megállóba, akkor elengedjük. Ha fölgyűlt a sor mögöttünk, akkor megpróbálunk úgy helyezkedni, hogy elférjenek, előreintjük az autósokat. Tehát ezeket én tanítom nekik, mert ha a norvég gyerekeken múlna, akkor hármasával elfogálnak az egész sávot, és nem értenék, hogy miért ér oszlóig a sor. Talán ezekben a dolgokban az nagyon fontos, hogy nem az autósokat kell csak hibáztatni, hanem föl kéne fogni, hogy lehet úgy kerékpározni, hogy nem foglaljuk el az egész sávot, lehet úgy közlekedni, hogy néha egy kicsit előzékenyebbek vagyunk, lehet úgy is kerékpározni, hogy figyelünk arra, hogy ne akadályozunk másokat, és ne kockáztassuk a saját életünket, sem másét. Tehát szerintem ezek alap dolgok, ha mindenki így közlekedne, tök jól mehetne ez, mert ha az ember elkezd, ha mindenki elkezdene beengedni egy embert, néha egyébként Magyarországon is van ilyen, tehát azért vannak emberek, akik azért ne mondjuk azt, hogy csak hülyék vannak. Tehát szerintem abszolút működik a közlekedés sok esetben. Vannak olyanok, akik felsőbbrendűnek érzik magukat, és úgy érzik, hogy előjogaik vannak, de szerintem ez egy több oldalú játék, tehát mindenkinek vissza kell venni, és adni kell, hogy ez működjön, ilyen a közlekedés. Itt ez szerintem jobban működik, és nyugodtan. Ha mi visszamehetünk egy kicsit, és menjünk rá a szakterületre, amivel te foglalkozol, a srácokkal. Engem nagyon érdekel mondjuk egy edzésterv kerékpára, amit alkalmaztok, a regeneráció, étrend, és ebben hogyha belevezetném minket, hogy Norvégiába hogy csináljátok ezt. Most arra gondolsz, hogy a saját versenyzőinek az iskolába járnak, vagy az 23-asaim, vagy mi az, A te versenyzőid, a sulisok mondjuk. Mondjuk a gimnáziumba, aki bekerül, azoknak rendszeresen van, a nyilván a sportosztályban, van előadás arról, hogy mit kell lenni, mennyit kell lenni, azért ezek nem rakétatudományok, tehát nincs az, hogy hány gram így, meg úgy. Lehet kérni külön, hogy akit ez nagyon érdekel, azzal foglalkozik egy szakember, aki erre specializálódott, azért van, az mindegyik iskolában van erre, de nem nagyon érdekli ez a gyerekeket. Ha valaki normálisan eszik, és a normálisat arra értem, hogy a megszokott tradicionális norvég étrendet követi, akkor már nem eszik olyan rosszul. A legnagyobb kihívás a mai gyerekekkel a szemét, tehát a nutellás kenyér, az elképesztő mennyiségű édesség, itt nagyon nagy hagyománya van a búcsú édességnek, ez, ami minden van benne, tehát így lapáttal mered, nem tudom ennek milyen neve, de ez a leggányabb, amit én, tényleg ez a május 1-i szemét, na ezt ők minden szombaton egy kilót vesznek, és akkor a papírzacskóba leszik. Ezzel azért van küzdelem, a nutellával van küzdelem, tehát sok-sok iszonyú, tehát ahol a család nem eszik egészségesen, ott megette a kutya az egészet. Arra tudunk figyelni, hogy elég kalóriát vigyenek be a gyerekek. Szerintem ez egy nagyon nagy változás, hogy nálunk mindig azt mondták, hogy fogyjál le, ne egyél, még adjál le 2 kilót fejből, meg 3-at, meg nem tudom, tehát ez állandóan probléma volt, hogy
hány kilók vagyunk, nem a KSI-ben, hanem utána a 23-ban, de aztán ez legyűrűzött szerintem a gyerekek szintjére is, tehát mindig mindenki azzal van elfoglalva, hogy még egy kilóval könnyebb legyen. Na ennek mi a szöges ellentétét képviseljük. Minél többet kell lenni, én arra kimondottan figyelek versenyen, viszünk magunkkal rizsfőzőt, hogy egyből a befutó után legyen mit enni, valamelyik szülő rá van uszítva, hogy azt ő neki kell beüzemelni, hogy ahogy befutó volt, egyből a levezetés közül már egy zselé, egy kulacsal, jó sok cukorral, levezetés után egyből átöltözés, avanzuhanyzási lehetőség, igen, ha nem, akkor egyből evés, vissza a szállásra, újabb étkezés, tehát erre nagyon odafigyelünk. Az edzésterv, az nyilván igazodik az iskolai edzésprogramhoz. Itt a sportiskolák abban különlegesek, hogy a tanóra, a tananyag része a sport, a választott sport, tehát mondjuk nálunk van kerékpár ezekben a gimnáziumban, ott a privát gimiben, 8-tól 10.45-ig van időnk edzeni, hétfőtől péntekig, 10.45-ig kell az iskolába érni, de kocsival elviszik őket, egyébként közel van amúgy is, de hogy ne legyen a feszes az edzés idő, ezért buszokkal leviszik az iskolába őket, mert két villamos megállót ne kelljen villamossal megtenni. De hogy ez nagyon ki van számolva, és ezért az hétvégén, nekünk legtöbb időnk hétvégén van edzeni, mert azért kerékpár nagyon időigényes, tehát azért hétközben nincs lehetőség arra, hogy többet menjünk, meg ilyenkor télen nehéz is, de abba azért elég sok minden belefér, tehát 2,5 órába a legtöbb intervall edzés, a többi simán belefér, ritkán edzünk kétszer, szerdánként szoktunk, és vasárnap, itt azért, mert télen súlytemelünk, tehát szó szerint ma volt az első súlyemelő edzés egy súlyemelő edzővel. Én azért választom a súlyemelőt és nem a kondi edzőt és egyéb ilyen, bár nekem is van elég komoly végzettségem ez irányban, mert a technika a súlyemelés legfontosabb része, és én nem akarok sérülni gyerekeket, plusz egyből kijön a klasszikus súlyemelő technikáknál, hogy valakinek a koordinációja nincs rendben. Nekem ez egy nagy segítség, ez bevált, ez minden, ami 5 másodperc és 1 perc közötti maximális teljesítmény, az ez nagyon-nagyon komolyan megnöveli, ami a kerékpárban elég fontos. Úgyhogy ezzel foglalkozunk. A többi napokon meg hát 2 intenzív intervall edzés van, és a többi az hétvégén hosszú. Először csak szombaton, aztán utána átváltunk vasárnap, és egyre hosszabbakat megyünk. Nagyon a színvonaltól függ, tehát nekem minden versenyzőnek külön edzésterve van, értem ezt arra, hogy más zónák, le van állítva minden, le van tesztelve mindenki, erre figyelek nagyon, ez nagyon sok munka és nagyon sok idő. Ugyanígy megvan a kondinál, ki mennyi, milyen súlyt emel, hányszor, milyen hiányosságai vannak, ez is egyéni, de ezt leginkább csak én csinálom. Tehát, ez nem pulzus jellett, vagy wattalapon edzenek? Nincs olyan, hogy wattalapon, mert pulzus, mindenkinek van wattmérője, mindenkinek van pulzusmérője, mert a kettőből már valamit le tud szűrni, ugyanúgy kell vezetniük, aki képes rá, tehát itt azért nem. A gyerekeknél azért azt mindig hozzá kell kalkulálni, hogy mentálisan, fizikálisan mire képes. Tehát ki mennyire érett, ki mennyire eltökélt, kinek milyen belső motivációja van, mennyit lehet elvárni. Tehát ezeket mindig hozzá kell igazítani az adott gyerekhez vagy fiatalhoz. Van, aki mindenre képes. Van, aki minden egyes részletre képes. Kérdés, hogy kell ez, és nem fog-e kiégni mentálisan, mert azért a gimnázium és a sport mellett másra nem nagyon van idejük. Én ezeket csínyán szoktam, nem szoktam erőltetni. Aki képes odafigyelni, az alvását regisztrálni, mennyit hívott, mennyit evett, leginkább akkor szoktuk ezeket elővenni, ha látjuk, hogy valami nem stimmel, tehát ha nem fejlődik, akkor elő szoktuk venni a civil életet, tehát erről szoktunk sokat beszélni, meg nyilván én utazok edzőtáborba velük, utazok versenyekre velük, ott láttam, hogy milyen a háttér, jó a kapcsolat a szülőkkel, előadások vannak a szülőknek, ugye Magyarországon is indult ez a Sportszülők Akadémiája, vagy micsoda a Magyar Edzőtársaságából, ami szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, rajtuk múlik a legtöbb, tehát a családon, mi megpróbáljuk azt a szakmait hozzátenni, amit tudunk. Ilyenkor bevonulunk, most már görgőzünk, mert sötét van reggel is, tehát már igen, 9-ig, 10-ig lassan, most még csak 9-ig, de hamarosan, de 10-ig sötét lesz reggel, úgyhogy nem lehet kint biciklizni, mert azért az nem egy leányáló, a idegesőbe a sötétbe bringázni. Úgyhogy görgőzünk, ehhez már olyan gyerekek kellenek, akik mentálisan ezt elbírják. Néha valaki a sportgimibe döbben rá, hogy ő ezt azért mégse szeretné annyira heti 15-20 órában, vagy ez azért egy komoly terhelés. Hát igen, az nem de, kevés.
Igen, na most ha föl akarjuk építeni őket, akkor ilyen, amikor bekerülnek, akkor nagyon vegyes, hogy milyen edzés mennyiség. Ez 400-600 óra között, 500-nál ritkán, 550-nél ritkán több, egy éves szintet mondok, óraszámba, edzésmunka. Azt fölküzdjük a végére, mondjuk a harmadik osztály végére, itt 3 év a gimi, ott ilyen 800-850, az már nagyon jó, az már válogatott szint, azt el szoktuk érni. Nyilván versenyektől függ, betegség, sérülés, stb. Sérülés, a szerencsére általában csak kontakt és ritka. Betegség az van, hát különböző influenza járványok, stb. Az azért tizedeli a brigádot. Egy olyan társaságról beszélünk, aki azért elég erősen le van terhelve. Én nagyon figyelek arra, hogy én nagyon sokat beszélek velük, tehát állandóan beszélek velük. Amikor görgönülnek, akkor nyilván ott állok és magyarázok egész nap, meg kérdezek, meg látom, hogy milyenek, és kiismerem őket. Tehát nekem a legnehezebb az első osztályban mindig az, amíg a bizalmi viszony kialakul. Amíg egy olyan viszony kialakul, hogy olvassuk egymást, értsük egymást, elmerjenek mondani dolgokat. Nagyon fontos, hogy most van pont egy gyerekem, akinek nem minden stimmel otthon, és ezt nem mindig tudja az ember. És nekünk egy egész tím van, nekem szólnak a tanárok, nekünk vannak meetingjeink heti egyszer, a tanárokkal együtt, akik tanítják ezeket a gyerekeket, mi a baj az iskolába, ők mit látnak. Nagyon sokszor tudunk nekik segíteni, mert hát hogy mondjam, akik sportra adták a fejüket, nem biztos, hogy a legmotiváltabbak az iskolában. Tehát vannak olyan gyerekek, főleg a legjobbak, hogy amit Nem értem, szeretnek sokkal tanulni. nem szeretnek tanulni, szuper, szuper jók lennének az iskolába is. Nem érzik, hogy ez fontos lenne. De ha olyan feladatot kapnak, amit köthetnek a sporthoz, vagy versenyhelyzetet sikerül teremteni, hogy lehet nyerni a többiek ellen, akkor ott is jók. Tehát a nagyon kompetitív gyerekeket nagyon jól lehet motiválni, csak mondjuk az átlag tanár nem biztos, hogy így gondolkozik, és ezért ez a kapcsolat köztünk és a tanárok között, ez nagyon hasznos a tanárok számára is, de a mi számunkra is. Tehát mondjuk az ilyen felkészülési periódusban, ha valaki meg van csúszva az iskolába, és szól nekem a tanár, hogy figyelj, ebből baj lesz, akkor azért én előveszem. És ha én veszem elő a gyereket, akkor olyanra lehet megfogni, ami nagyon fontos neki. Ha mondjuk azt mondják, hogy matekból így áll, vagy úgy áll, nem érdekli őket. Ha én mondom, akkor egyből elkezdi őket érdekelni. Tehát mi egy nagyon szerencsés pozícióban vagyunk, olyan szempontból, hogy a legfontosabb dolog a gyerekek életében, annak mi vagyunk az, akitől tanulhatnak, és mi vagyunk azok, akiktől függenek sokkal jobban egy olyan dologban, amit szeretnek. Tehát ez egy nagyon fontos része ennek. Én nem kötném ezt a wattot, pulzust, HRV-t, így ezt így nagyon specializáltan, én ezt az egészet kezelem egy egységként, és mindenkinél olyan szinten, amilyen szinten ő van, és próbálom irányítani ezt úgy, hogy balanszban legyen a gyerek. A legjobb szó ez. Azok a gyerekek, akik egyensúlyban vannak, vidámak, boldogok, szívesen csinálják, motiváltak, azok egyensúlyban vannak. Jönnek, fejlődnek. Tehát a wattmérő számomra nem csak egy intenzitás irányító eszköz, hanem ezek az adatok, amiket gyűjtünk, ez azt mutatja, hogy előrefelé megyünk a gyerekekkel, vagy sem, periódusonként. Tehát nyilván, ha valaki 2-3 hónapja stagnál, akkor azért el kell gondolkodni az embernek, hogy valamit rosszul csinál. Én beleméregetek a résztávokba, a laktátot mérek így, úgy, de az ember, amikor megismer valakit, akkor szeme lesz ahhoz, hogy lássa, hogy jól van, fáradt, nem jól van, a gyerekek is megtanulják ezeket az érzéseket. A legfontosabb szerintem az Ironman-be is, nézheted a pulzusmérőt, nézheted a wattmérőt. Ha szarul vagy, akkor szarul vagy. Ugyanazon a watton, ugyanazon a pulzuson lehetsz iszonyú jól, és repül a bicikli, és úgy érezheted magad, aki most ment át egy úthenger. Ha ez a fajta szubjektív kontroll nincs meg, abból nem lesz versenyző. És elmondom azt is, hogy miért, azok a versenyzőim. Ugye itt ez nagy probléma a wattmérőnél, hogy akik wattmérővel tanulnak meg kerékpározni, egész fiatal kortól, azok egy számot kergetnek, nem egy érzést kergetnek. És ha azt mondom, hogy menjél maxon, mert most maximálisan kell menni, ahogy csak tudsz, az nem megy, mert nincs meg az az érzés, hogy mi az a maximum. Hanem mondd meg, hogy hány watton. Ha mondasz egy wattot, az biztos, hogy vagy sikerül, vagy nem. Ha nem sikerül, akkor túl sok volt. Ha sikerül, akkor túl kevés volt, nem tudjuk, hogy ez volt a maximum.
Tehát a gyerekeknek meg kell tanítani arra, hogy mit éreztek edzés alatt, mit éreztek edzés után, mit éreztek a résztáv alatt, ezt meg kell tudniuk magyarázni, el kell tudniuk mondani, és össze kell hasonlítani napról napra. És akkor még jön a taktika, ami nagyon fontos, kerékpárkezelési technika, amiből rengeteg probléma van, csomó ilyen dolog. Amikor, szóval én nem egy dolgot nézek, hanem nagyon sok mindent próbálok összerakni egy egységé. És sokszor nem lehet csak egy dologra fókuszálni, nem lehet csak. Én fiatalokkal dolgozok, ahol gyakorlatilag mindent fejleszteni kell, nem csak egy dolgot. És a kerékpár nagyon komplex, sokkal komplexebb ilyen szempontból, mint az Ironman, hogy egy bizonyos határon kell menni nagyon sokáig, maradjon a futásra, az úszást túl kell élni, annak van egy technikája. Nem mondom, hogy egyszerű, de a kerékpárban technika, a taktika, a mezőnyben közlekedés, a terep, az adott versenyterep viszonyai, a többiek mit csinálnak, rengeteg verseny van, nem egy versenyre készülünk egy évben, hanem 40-50 versenynapunk van, tehát teljesen más, nem lehet a triatlonnal ilyen szempontból összehasonlítani. És épp ezért annyira sokrétű az én feladatom, ilyen van mensóban, hogy nagyon sok mindenre kell figyelnem, és amikor van kapacitásom, akkor ez jól megy, amikor nincs, akkor néha megcsúszhatunk egy-egy gyerekkel, és itt nagyon-nagyon sok függ attól, hogy de most ránézek a telefonomra, hogy hány üzenet jött, akkor mondjuk három versenyző már írt, és két szülő. Ez egy 0-24 munka, 365, itt nincs karácsony, mert emberekkel dolgozunk. Egy gyereknek nem lehet azt mondani, hogy én most nem válaszolok. A gyereknek van egy kérdése, amire nem azt mondom, hogy Agyúram Isten válaszolni kell, de a saját munkámat könnyítem meg, ha időt szánok rá. Arra próbálom őket nevelni, hogy ne vasárnap este 10-kor találják ki, hogy mi lesz hétfőn reggel, hogy valami elromlott, vagy nincs, vagy stb. De nem lehet egy 8-4-ig tartó munkának nevezni ezt, mert a gyerekek, a fiatalok ilyenek, és ha én eredményt szeretnék elérni, akkor kell egy olyan viszony velük, kell egy olyan kapcsolat velük, hogy működjön, amit nem lehet időkorlát közé szorítani teljesen. Nyilván ez nem egy családbarát munka ebből a szempontból, és most pont a lányom el akart valamit mesélni hazafelé edzésről, de nem sikerült, mert egy kollégám hívott. Tehát ez egy ilyen szakma, ezt mi választottuk, én nagyon hálás vagyok a családomnak, hogy ezt tolerálják, de gondolom ti, akik triatlonoztok, ti ezt tudjátok, hogy ezt egy támogató közeg nélkül nem lehet csinálni, annak mindig válása vége, vagy egyéb problémák. A kanapén alszol. Igen, ma, igen, mi ez a szar, már megint ingyen volt, le volt értékelve, ismeritek ezt, nem? Én azért tartom a bringámat a pincébe. Igen, hát nekem is, ez enyém bejött a lakásba is, de nem, ez azért van, mert versenyzőként ismerkedtünk meg, és nem volt ez zsákba macska, de én ezt látom, hogy azért nehéz. A párod is szakmabeli? Abszolút nem. 100% nem. És ez egy tudatos választás volt, hogy miért nem. Tomi, azért a bringákhoz szerintem a triatlonosoknak a 99%-a nagyon-nagyon ragaszkodik, ugye főleg a setup-okhoz, stb. Lehet, hogy én vagyok egy kicsit kevésbé informált, én a Dare, úgy hívják azt a norvég márkát. Én nagyon nézegettem különben, hogy lehet, hogy beruháznék egy olyan bicóra. Ugye egy-két ismerősöm mindig azt mondta, hogy próbáljunk olyan márkát venni, ami vagy World Touron, vagy Pro Contiba szerepel. Te ismered különben ezt a márkát? Hát nekem volt is, meg a versenyzőim nagy részének ez van. Ennek egyetlen oka, hogy ez a sportgimnázium, ez a privát, amiben dolgozom, ennek van kapcsolata az UNOX-el, tehát üzemeltetnek közösen egy junior csapatot, és mi vásárolhatunk sokkal jobb áron DER kerékpárokat. Ez most egyébként meg fog szűnni, mert az UNOX Ridley-re vált, de most eladnak 300 kerékpár, tele van vele a piac jelenleg DER bringákkal, és nagyon jó áron vannak. Az indok, hogy miért ezeket vettük, egy könnyen elérhető, iszonyú jó minőséget kaptunk, és most nem a vázra gondolok, hanem azzal a felszereltséggel hasonló kerékpár az több ezer euróval drágább lett volna. Nyilván volt megfelelő alkatrész utánpótlás, vagy hát papucs, stb., ami a gyerekeknél, és olcsó volt, mert mi rengeteg kerékpár törünk, tehát évi 8-10-et kikukáznak a gyerekek,
Az a szerencse, hogy itt lehet biztosítást kötni erre, úgyhogy szerencsére a szülők nem mennek csődbe. Ez egy nagyon fontos dolog, ez a kerékpárbiztosítás. Nem olcsó, de minden fillért megér. És nekem nagyon fontos, hogyha van 15 versenyzőt is elmentek mondjuk egy norvég kupára, körülbelül hasonló kerékpárjaik legyenek. Hogyha valamit meg kell szerelni, meg kell csinálni, akkor ne az legyen, hogy egy szerveló csúcsmodell van, aminek külön kormánya van, saját papucsa van, és semmilyen alkatrész nem elérhető hozzá. Tehát mi egységesítettük, hogy Shimano-val megyünk, egységesítettük, hogy körülbelül hasonló eszközök legyenek, hogy kompatibilis legyen minden. Tárcsaméret, elől-hátul. Ezeknek gazdasági okai vannak, plusz praktikus, hogy megkönnyíti a munkátokat, hogyha javítani kell. Hát nagyon egyszerű, mondjuk versenyen, ha csak nem egyformák a féktárcsák, akkor már több kerék kell. Ha valaki Strammal megy, valaki meg Shimanoval megy, akkor megint egy pár kerékkel. Ez főleg akkor volt még, amíg a Shimano 11-es volt, nem 12-es, de továbbra is egy csomó problémát okoz. Ha leszakad egy Strammváltó, most azt honnan fog szerezni? Ha lemerült a váltó, akkor Shimano töltő van, Stramm nincs, stb. Tehát egy csomó ilyen van, ami praktikus okokból. A kerékpár választás legtöbb esetben mi az, ami passzol, mi a büdzsé, de a mi szemünkben kerékpársportban ez egy eszköz. Fiataloknál, akik tudjuk, hogy el fognak esni minimum háromszor per szezon, nem fogunk, van akinek van nagyon drága kerékpárja, de nincs értelme. Olyan minőséget kell, ami kompetitív. A másik, hogy ezeknek a DER kerékpároknál azt látjuk, hogy nem sikerült annyit eltörni belőlük, mint mondjuk a többi márkából. Tehát mondjuk volt Specialized, aki rábeszélte a szülőket, azonnal eltört hármat, mert az első esésnél elreped. Ez nem minőségi kérdés, hanem annyira könnyű és annyira vékony az anyag, annyira high-tech, ezt nem arra tervezték, hogy az útpatkához oda csapkod 50-nel. Nyilván ez Pro Tourban nem számít, a gyerekeknél számít, hogy kibírja. A derek azért nehezen törtek, azt tudom mondani, mindegyik. Ezért vagyunk velük elégedettek, mert kibírnak egy szezont úgy, hogy kevés problémánk van. Ugyanez a trekkel, van egy versenyzőm, aki idén 3 emondát tört el. Erre oké, elesett, de ezeknek fontosak, hogy egy kicsit masszívabb legyen. Én ezért nem szoktam szeretni, ha valakik nagyon speciális, nagyon csúcsmodellt vesznek a fiataloknak. Nem bírja ki. Ennyi. Lehet javítatni, meg minden, de az már nem az igazi. Úgyhogy én kimondottan kedvelem ezt a dermárkát. Az aero bringájuk nem szuper könnyű, de egy nagyon megbízható merev, ami nagyon fontos. Ha sokat mész hegyre, és olyan versenyző vagy, aki jól akar menni hegyre, akkor nem ezt ajánlom. Legalábbis abból akkor a könnyű verziót, nem az aerót. De ez nyilván felhasználás kérdése is. Én mindig annak a híve vagyok, hogy a legjobb árérték arányú kerékpárt kell megvenni. Ez szerintem az alap. Az, hogy ha valaki beleszerelmesedik valamibe, az én szememben ez csak egy eszköz, mert mindig is csak egy eszköz volt. Míg versenyeztem, most is csak egy eszköz, mert a munkám része. Megbízható legyen, működjön. Engem nem érdekel. A színesen nagyon érdekel. Tehát, hogy sajnos én ez ilyen nem vagyok ezekbe szerelmes. Pont ezt akartam kérdezni, hogy van egy szeretgetett, féltett, őrzött biciklid-e, vagy? Amúgy vannak őrzött biciklijeim, de nem ezért, hanem megmaradtak. Amikor már eladtam volna, már nem kaptam volna érte semmit, praktikusan jó volt, hogy van egy Magyarországon, van egy tartalék itt, van egy téli biciklim, tehát jó sok kerékpárom van, de abszolút praktikus választások. Tehát nem, van egy Giantem 12-es Ultegrával, van egy régi rózom, ami 11-es Ultegrával van, még nem tárcsás, van egy rózom Stram, na ez mondjuk hiba volt, Stram Force-szal, ami egyszer 11-es, de a cyclocross bringa, de azt télen használom, tehát szöges gumi, itt ugye a jégen azért kell, úgyhogy az, ami nagyon kapja az ívet, de ezeket mondom, ezeket úgy választottam, hogy nagyon jó ára jutottam hozzá általában ezekhez. Akkor elvileg te inkább funkciót veszel, mint hogy optikát. Nem, én mentem csúcsmodellel, durésszel, minden versenyzőként, abszolút csúcsmodellekkel, nem érdekelt. Az a jó legyen, működjön. A beállításra, meg a méretekre arra nagyon adok, de én még a régi vágású kerékpáros vagyok. Hogy miért megyek DI2-val, és miért megyek tárcsafékkel, ennek egy oka van, 220 napos lesik az eső,
rájöttem, hogy nem kell havonta bordát cserélni a váltóban, mert ezt a diákú tök jól tűri a vizet, és ugyanez igaz a tárcsafékre, nem kell megáll, ha félni. vizes. Ja, igen, de egyébként én még az a generáció vagyok, aki megtanult fékezni a patkóval is, tehát az is megállt. Nem mondom, hogy nem jobb esőben, mert kiszámítható, de nem, én nem voltam az, aki a fék hatás miatt választott tárcsát, viszont Bogdan cserélni rüheltem havonta, és itt meg megrohadt, tehát itt nincs választás. Itt annyit esik az eső, hogy nagyon sok mindent megúszok ezzel, hogy ez a setup van. Ezért szeretem ezt ennyi, de nem, tehát én tök jól ellenék a mechanikus útegrával is, meg lehet még a patkófékkel is, bár most már azért megszoktam a tárcsát. Tomi, egy utolsó záró kérdést szeretnénk neked szegezni. Volt szó arról, hogy Blumenfeld leigazolna egy pro csapathoz, mint kerékpáros. Neked erről mi a véleményed? Én azt Labdába gondolom, tudott hogy volna ott rúgni? nem, abszolút nem. Én nem gondolom. Pontosan a kerékpársport komplexitása miatt. Azt mindenki elfelejti, hogy mennyivel tud menni egyedül, meg milyen erős, meg milyen számogatai vannak, az oké. Okay. Azt mondom, hogy a fizikális teljesítménye az kimagasló a Krisztiánnak. Én azt gondolom, hogy Pro Tourban nem lenne az, a kerékpáros teljesítményei. Ami különleges a Krisztián Blumenfeldben, az a feje. Tehát ilyen eltökélt, ilyen erős, ilyen mentálisan erős ember nem nagyon van. Szerintem a profi kerékpáros sportban van pár, de nem sok. Viszont ez a hajó elment. Az országúti versenyzés technikai, taktikai kihívásai lényegesen magasabbak, mint a triatloné. Tehát az, hogy te Tour de France-on, technikás szakaszokon, vagy egy klasszikus versenyen előre tudjál menni, nem tudsz. Ennyi. Christian Blumenfeld nem tud előre menni. Én azt tudom erre mondani, hogy először próbáljon megnyerni egy norvég kupa versenyt, azt se nyert még soha, mondjuk nem is nagyon indult. Ha az sikerült, akkor megpróbálkozhat az UCI Europe Tourba, és utána gondolkozhat a profizmuson. Itt azért hozzáteszem, hogy kevesen tudják, de a Dan Loranga az Olev Alexander Bunak országos nagy cimborája, aki a nagyon sok triatlonossal is dolgozik, és Ironman-nel, de többek között a Bora Hansgrohe szakmai igazgatója. Úgyhogy ha itt olyan lehetőségek lettek volna, hogy itt Tour de France szakasz győzelem szóval jöttek, a Dan Loran már rég recsapott volna, főleg mióta Red Bull van. És ez sosem történt meg. Az Iden, ő egy klasszisokkal jobb kerékpáros, mint a Christian, klasszisokkal jobb technikailag, ő egy kerékpáros, tesója is, ő kimondotta jó kerékpáros, és tud közlekedni a mezőnyben is, legalábbis régen tudott, úgy gondolom, hogy ez most is sikerülne. Azért szerintem ez nagyon-nagyon alul volt értékelve a kerékpársport komplexitása. Tehát ez nem Ironman, itt nem, és nem is triatlon talán. Én tudom, hogy mezőnybe kell kerékpározni az olimpiai triatlonban, de azért ez nem teljesen az a kávéház, főleg nem ezen a szinten. Én biztos vagyok benne, hogy a Krisztián, ha valakinek sikerülhet, akkor az ő, mert ez a fajta ember, ez mindenre képes. De 30 évesen, 80-nal a mezőnyben lögdösödni, előre menni, előre keveredni, explozív megindulások, szökésbe, csapatfeladatok, ez szerintem meghaladná az ő képességét is. Nem tudom, hogy 2-3 év alatt milyen szintre juthatna el. Én azt gondolom, hogy azért az, hogy Tour de France sárga trikó, az egy nevetséges. Azzal a testalkattal, azzal a watt per kilóval, az a lehetetlen. Ezt nyugodtan kimondhatom, szerintem nem árulok zsákba macskát. Pont ahogy néztem most hétvégén a szombaton a Konát, amikor elfutott a lánge mellette, hogy két lángét kitett oldalról. Amikor azt mondják, hogy időfutamban jó lehetne, azt megint mindenki elfelejti, a kerékpársportban 53-54-es átlagot kell tudni menni, nem 45-öset. És a Krisztián testalkatával ergonomikus pozíciót fölvenni, mint ami a Gannának vagy a Remkónak van, az lehetetlen. Azzal a mellkas mérettel, azzal a testalkattal lehetetlen. Elég ergonomikusnak lenni időfutamon, tehát azt is kihúznám, hogy abban eredményes tud lenni, tehát én abszolút azt gondolom, hogy nem, tehát ez egy én ezzel nem értek egyet. Erre mondta a Gusztáv édesapja, a Geyer nekem nemrég, amikor beszéltünk erről, mert itt is fölmerült, hogy
Viszont ezt ne felejtsük el, egy olimpiai bajnokról beszélünk, és egy jó értelembe vett őrültről. Tehát ezt akkor tudnám meg, ha kipróbálná. Az én véleményem, a szakmai véleményem az, hogy nem képes rá. Ugyanígy egy nagyon érdekes friss hír, hogy Zola Alexander Bull lett az Uno X főedzője, ami azért érdekes, mert semmilyen szakmai tapasztalata nincs, nem ezen a szinten, hanem lejjebb sincs kerékpárban. A Blumenfeld, illetve az Zola Alexander lesz az Uno X-nek a head coacha, ami egy nagyon nagy kihívás lesz számára szerintem, és pontosan azért, mert a kerékpár komplexitása, a versenyrendszer teljesen más, és nem két emberrel kell foglalkozni, hanem 30-al, és egy edzői tímet összefogni. Tehát az Alexanderral sokat együtt dolgozó egyetemi főnököm mondta azt, hogy itt két variáció van, vagy nagyon jól fog menni, vagy két hónap után vége lesz az együttműködésnek. Ezt én nagyon kíváncsian várom, mert szerintem ez lesz az Oliver Alexandernek az igazi mércéje az én szememben, hogy tud-e máshol is maradandót alkotni, nem csak a triatlonban. A másik, hogy ha azt nézzük, hogy mit tettek le az asztalra a Tokiói olimpia óta, akkor én semmiképp nem hívnám már őket favoritnak sehol, mert nem azok. Tehát se az olimpiai triatlonban volt három nemzet, ahol két ember jobb volt, mint a norvégok. Mondjuk az EB-t behúzta egy nagyon jó idővel Ironman-be, de nem indult senki. A senkit úgy értem, hogy nem volt olyan mezőny szerintem, ami, ha jól emlékszem. Szóval szerintem itt nagyon-nagyon sok eredmény nem jött be, amit ők nagyon magabiztosan állítottak, és főleg Zola Alexander, hogy be fog jönni. Ez ugyanez igaz a Konára. Én ezt beszéltem még a gyúszis előadáson, hogy milyen projektek vannak az energiabevitelről, és az Alexander állítja, hogy a Christian 160-180 g szénhidrátot is be tud vinni óránként, én meg azt láttam, hogy hány a kerékpáron. Tehát itt egy csomó olyan dolog van, ami én számomra megkérdőjeleződik, hogy mi az igaz. A másik, amit én érzek a Tokiói olimpia óta, és ezt nem csak én mondom, hanem a kollégáim is, akik együtt dolgoznak velük, hogy elment a hype irányába, elment a adjuk el a termékeinket, minden nap legyen instapoz, 12 kamerával jövünk tesztelni, ezek fontosabb, túl fontosak lettek. Tehát az üzlet, az szerintem nem a Krisztián részéről, itt az Olav Alexander részéről túl lőtt minden célon. Én azt gondolom, hogy most már olyan termékeket is reklámoz, ami egy szakember nem csinál ilyet. Bocsánat. Tehát én legalábbis azt gondolom, hogy te szakember vagy olyan dologhoz nem adod neved, ami de ez én vagyok, tehát ezért nem járok helikopterrel lehet, de hogy vagy nem leszek soha gazdag, de hogy én nem adom a nevem olyan dologhoz, ami szerintem nem megfelelő, és én úgy érzem, hogy ők most már ezt nagyon átlépték, ezt a határt. Itt Orbaszájban reklámozzák a VO2 Mastert, meg minden ilyesmit, amiket mi bemértünk az egyetemen, használhatatlan termékek. Úgyhogy sok ilyen van, ami biznisz. Tehát amit látnak az emberek az Instán, meg mindenhol, abban nagyon sok minden most már biznisz. Nyilván ebből lehet megélni, nyilván hatalmas bevételeik vannak belőle, és ez szerintem tök fontos, hogy egy sportkarrier, meg akár egy edzői karrier is az embernek valamiből élnie kell, és szeret jól élni. De én azt gondolom, hogy ez egy kicsit túl más, úgyhogy én nagyon kíváncsian várom, hogy az őrült, mint az Olga Alexander is, mit fog tudni hozzátenni a kerékpársporthoz. Mivel én azért volt hozzá szerencsém jó párszor laboratóriumban is, meg különböző meetingeken, tehát én azért nagyon tisztelem az őrülteket, akik így bele tudják magukat valamit ásni, meg ennyire ilyen így tudnak gondolkozni, mint ő, de én azért nagyon kíváncsian várom, hogy egy nagyobb rendszerben hogy fog ez üzemelni. Na most ezt nézzük meg, mert lesz egy kis ideje azért. Főleg, hogy mondjam, ugye a kerékpársport az olyan, hogy beszéltünk is veled, meg egy-két emberre, hogy elég keményen fejlődik mostanában, meg állandóan vannak olyan dolgok, hogy az ember csak kapkodja a fejét, hogy ilyen váltó jön ki, ilyen lakréteg van a bringán. Gondolom, ez is közrejátszik, nem? Hogy a technika
azt se tudod nagyon kordába tartani a kerékpársportnál. Egyrészt gondolhatjuk ezt, de ennek az oka a pénz és az arménika. A triatlonban sokkal kevesebb szabályozás van, mint az országúti kerékpárban, tehát nálunk sokkal behatároltabbak a szabályok. Ha látjuk, az Olev Alexanderék egyik sikere az, hogy kihasználták ezt a fajta szabályozatlanságot a triatlonban és az Ironmanben. Tehát egy csomó olyan dolgot megléptek, ami kerékpárban lehetetlen lenne. De ezt mondhatjuk a futócipőre, aztán azt természetesen betiltották, de a kerékpárja mondjuk a Blumenfeldnek az Ironman-en az abszolút szabálytalan, még országúton nem lehetne, országúti kerékpársportban nem lehetne időfutamon se használni, aerodinamikai elemek. Most a Kona előtt tesztelték a híres Superman pozíciót, a Gustav is, nem tudom, láttátok-e. Igen, igen. Amit úgy adnak elő, hogy föltaláltak valami hatalmas újat, 94 világbajnokság, Graham O'Bry találta föl. Tehát, hogy ezek lehetőséget adnak. Én úgy gondolom, hogy Tokió óta egy dolog történt, kinyitottak a triatlonban és az Ironmanben egy ablakot, amit megtaláltak a többiek is. Én azt láttam most a Konán, hogy szerintem már tavaly is, hogy mindenki elkezdett fejleszteni és odafigyelni mindenre, amire eddig nem. Mindenki profi lett az étkezésben, mindenki profi lett a meleghez való alkalmazkodáshoz, mindenki profi lett az aerodinamikában, szerintem ez itt nagyon látványos lett, most már a triatlonban is, meg az Ironmanben is. Ha az olimpiai triatlon nézzük, akkor mondjuk én láttam, hogy mi van a britek mögött, tehát egy teljes egyetemi hálózat, ami dolgozott azon, hogy egy olimpiai bajnok legyen, minden szegmensét, az aerodinamikától, a kerékpáron át, a futáson át, mindent, és ezt valósították meg az olavék az itteni egyetemmel, meg még másokkal is, mert aztán tovább léptek, stb. Aerodinamikai fejlesztések, tehát aztán nagyon sok rétű, nagyon sok céggel dolgoztak együtt, de ez bezárta a világ, mindenki ezt csinálja, és kiegyenlítődtek ezek a nagyon könnyen learatható gyümölcsök, amikben szerintem ők létező dolgokat elkezdtek használni a triatlonba, ami ilyen szempontból még amatőr volt, és most ez kiegyenlítődik mindenhol. Ez az én véleményem, én nem vagyok triatlon szakértő, de azt gondolom, amit láttam most is a Konán, itt egyre nagyobb profizmus lesz, egyre több pénz kell majd, és a marginális különbségek hajszolása az most már sokkal profibb lett. Én azt gondolom, ez lesz a nagy különbség. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, szerintem itt aztán most volt ma minden, szóval aki meghallgat majd téged, vagy minket, itt azért nagyon sok minden betekintést nyer. Én nagyon élveztem rólad, teljesen olyan vagy, mint a Kropkó Peti, hogy szerintem még 2 órát lehetne simán dumálni a bringáról, meg mindenről, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltál, aztán majd megint csinálunk podcasteket. Remélem, hogy 1 év múlva, vagy valamikor majd visszajössz, aztán az Uno X-ről majd tudunk beszélni. Én nagyon szeretem a kerékpársportot. Hát, srácok, ennyi volt most az Át a célvonalon. Még gyártunk tartalmakat, lesznek tök jó vendégek, csak nekünk is volt egy nagyobb nyári szezononk, ahol versenyeztünk, de pár hét múlva aztán megjövünk. Köszönjük! Köszönjük! Sziasztok! Én köszönöm a lehetőséget, és boldog születésnapot. Köszönjük. Hello. Köszönjük. Köszönjük, Tomi. Hello.